Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm a jelenlévő képviselőket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Az Országgyűlés nyári rendkívüli ülésszakának harmadik ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Stágel Bence és Szilágyi Péter jegyzők lesznek segítségemre. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot Téper 3500. sorszámon, a bizottsági ajánlásokat pedig Téper 3500/2-es, 3-as és 4-es sorszámokon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Pintér Sándor belügyminiszter úrnak, a napirendi pont előadójának 25 perces időkeretben. Öni a szó, miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Magyarországnak két nagy ellenféllel kell harcolni a jelen pillanatban. Az egyik az államadósság, a másik a munkanélküliség. Az államadósság legyőzése, csökkentése, a munkanélküliség csökkentése nélkül nem lehetséges. Adósságaink csökkentéséhez, szociális problémáink megoldásához több munkára, eredményesebb munkára, több szorgos kézre és magasabb képzettségre van szükség. Ahol a gazdaság piaci szereplői nem tudnak munkát adni, ott meg kell jelennie az államnak. Meg kell jelennie az államnak, és munkát kell biztosítania, hogy az ország egészséges, a társadalom fejlődőképes maradjon. Az ország gazdasági megélhetést és biztonságot tudjon adni a polgárainak, tagjai készek maradjanak a piacgazdaság elvárásainak teljesítésére. Nem szabad hagyni, hogy a lustaság, a restség, az ellenszolgáltatás nélküli juttatások elcsökevényesítsék a munkaképes, egészséges polgárainkat. Tisztelt ház! Ezt már sokan felismerték, de leküzdésére hazánkba eddig még kevesen tettek. A Fidesz Polgári Szövetség a választásokat megelőzően meghirdette, hogy egészséges, munkaképes ember az ne segélyből, hanem munkából éljen, és a munkából járó béréből tartsa el a családját is. Ennek a megvalósítását szolgálja a jelenlegi törvénytervezet. A feladat pontos felmérésekor áttekintettük a jelenlegi helyzetet. Lesújtó eredményre jutottunk, Európában, Magyarországon a legalacsonyabb a foglalkoztatottak aránya, a munkaképes lakosság alig több mint fele dolgozik a termelőszférában. Több mint 1 millió azoknak a száma, akik munkaképesek, egészségesek és nem dolgoznak. Az álláskeresők száma ehhez képest kevés, hisz 2010-ben 580 ezeren volt a számuk, de így is rendkívül sok, rendkívül magas ez a szám. Nem csak sok, sokba is kerül. Részükre különböző jogcíben kifizettünk 2010-ben több mint 180 milliárd forintot. Évi 30 nap munkával, vagy munkahelyre történt bejelentkezéssel lehetőség volt arra, hogy az év többi részében már ne kelljen dolgozni. 11 hónapon át különböző anyagi juttatásokra lehetett szert tenni. Egyértelmű, hogy ez a jelenlegi segélyezési rendszer nem maradhat fent, sem gazdaságilag, sem erkölcsileg nem képes az ország ezt fenntartani. És ez nem csak a mi megállapításunk. Ez nemzetközileg is megállapított, és tudom, hogy a jelenlévő képviselők is szinte 100%-ban egyetértenek azzal, hogy ez így nem maradhat fent a továbbiakban. Ez így elfogadhatatlan. Az is természetes a számomra, hogy az ebből kivezető utat azért nem egyformán ítéljük meg. Vannak képviselők, akik más utat javasolnak ehhez,
kérem, hogy ezeket a javaslataikat a vitában mondják el. A feladat felmérését elvégeztük. A feladat felmérését követően megfogalmaztuk a célkitűzéseinket, és ennek a megvalósításához a jogi kereteknek az előkészítése is megtörtént. Ez a hozzávezető úthoz a törvénytervezetünk segít majd hozzá bennünket. Törvénytervezetünk ezt a célt szolgálja, hogy egyszerűsítsük a munka elvesztésénél a segélyezés rendszerét. Célul tűztük ki, hogy mindenki gyorsabban visszavezethető legyen a munkaerőpiac világába, és aki munkaképes és egészséges, az mindenki dolgozzon. Aki a piacon nem kap megfelelő munkát, nincs más lehetőség, akkor az állam biztosítson a számára a munkát, és a közfoglalkoztatás keretén belül kapjon munkabért. Hangsúlyozom, munkabért, nem segélyt. Végezzen hasznos munkát, legyen a társadalom hasznos tagja, tanuljon, termeljen. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Mindenkinek nagyobb esélyt kell adni a munkanélküliek közül a piacgazdaságban való visszatérésre, a munkaerőpiacra való visszatérésre. És hangsúlyozom, hogy a munkájukért bért kapjanak, ne segélyt. A bér kevesebb legyen, mint a piaci minimálbér, de több legyen, mint a segély. És ami a mértékén túl nem különbözteti meg semmiben a többi bértől. A más munkából eredő bérhez hasonló jogi feltételeket kell kapnia. Tehát legyen adóköteles, a köztartotást illetően végrehajtható, a gyenge és rossz minőségű munka elvégzése esetén csökkenthető. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényt is módosítani kívánunk. Az álláskeresési járadékot 270 napról 180 napra. Ha 180 nap alatt nem sikerül valakinek munkahelyet keresnie, munkát találnia, akkor a közfoglaltatás keretében kell neki biztosítani számára munkát és közfoglalkoztatási munkabért. Hangsúlyozni szeretném, hogy a jelenlegi bonyolult rendszert meg kell szüntetni. Egyszerűsíteni kell, átláthatóvá kell tenni. A nyugdíj korhatárt is érinti a javaslatunk. Ma kategorikusan ki van mondva az 55. év betöltése. Közben változott a nyugdíjtörvény. Azt szeretnénk, hogy a mindenkori nyugdíjtörvény mínusz 5 évhez kötnénk azt, hogy ezt a segélyezést, ezt a közfoglalkoztatást ennek megfelelően kelljen alkalmazni. A törvénytervezetünk a munkára való ösztönzést segíti, és nem a segélyezést. Ennek megfelelően a segélyek nem haladhatják meg a közfoglalkoztatási bér 90%-át. A közfoglalkoztatás meghatározóbb szerepet fog betölteni az életünkbe. A jelenlegi munkanélkül élők életében is, és a közösségek életében is, és reményeink szerint az állam életében is. Szolgálni fogja az egyén érdekét, az állam érdekét, és a közösségeink életében is. Ez egy jelentős terület lesz. Függetlenül attól, hogy ezt a közmunkát hol kell elvégezni. Ez a közfoglalkoztatás keretén belül lehet a mezőgazdaságban, lehet az állattenyésztésben, a földművelésben, a természeti csapások elhárítása érdekében, itt gondolok víztározók, záportározók építésére, és itt kell megoldanunk a későbbiekben a vízgazdálkodás néhány területét is. Ennek az életminőség javításával együtt kell járnia. Tisztelt képviselő urak, képviselő asszonyok, tisztelt ház! A feladat adott nagy és nemes feladat. A végrehajtásához megfelelő infrastruktúrára is szükség van, megfelelő irányítóapparátus szükséges, ezeknek a létrehozását is tartalmazza a törvénytervezet. Csak ezek megléte esetén lehetséges, hogy a közfoglalkoztatás résztvevőinek a munkahelyek kijelölésében,
a közfoglalkoztatásban résztvevők számának a megismerésében, a logisztikai tervezési feladatok elvégzésére megfelelő személyi állomány álljon a rendelkezésre.